Az Alba Aréna szomszédságában nyílt üzem szállodákat, vállalatokat, szociális otthonokat is kiszolgál, illetve magánszemélyek egyedi kérésekkel is fordulhatnak hozzájuk. A Levendula mosoda 6 éve nyitotta meg kapuit Székesfehérváron. Kiszolgálunk szállodákat, vállalatoknak munkaruhát, szociális otthonokat, illetve a lakossági patyolat, a régi értelmű az is működik, csak vasalást is vállalunk, szőnyegtisztítást is vállalunk, vegytisztítást is, tehát ami a lakosságiba régen is beletartozott, az megvan. A Levendula mosoda új üzemátadóján Tanárki Gábor főispán elmondta, a mosoda különlegességét az elmúlt 6 évben tapasztalható fejlődés adja, amelynek eredménye, hogy saját erőből valósult meg a további beruházás. Székesfehérvárnak ez az üzem elsősorban mindenféleképpen azt adja, hogy a település, a megyeszéke, illetve természetesen a vármegyének a gazdasági potenciáliát növeli, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a foglalkoztatottságot is elősegíti, hiszen elég nagyra nőtte magát ez a vállalkozás. Látszik, hogy itt ebben az épületben is nagyon sokan dolgoznak, és ennek következtében a munkaerőt mindenféleképpen ugye a állás lehetőséget tud biztosítani az álláskeresőknek. Az Albaipari Zóna ügyvezetője örömmel figyeli, hogy az álmok lépésről lépésre valósulnak meg. Így volt ez a mosoda esetében is. Amit egy-egy ilyen csarnok mögött látni kell, azok az emberi történetek, hogy egy asszony elindul egy álommal, és lépésről lépésre hogy tudja ezt megvalósítani. Ugye a nehézségi fokot azt jelenti, hogy nem csak az a felelősség, hogy 27 asszonynak munkát kell adni hónapról hónapra, hanem ez mellett még egy család is ott van mögötte, akikről gondoskodni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A Levendula mosoda a mostani fejlesztésnek köszönhetően már csaknem 30 munkavállalót foglalkoztat Fehérváron.